Üdvözlök mindenkit, Nekrofin vagyok, jöjjön a Savage Banshee! Nos igen, bevallom őszintén, egy kicsit lusta voltam, és úgy, úgy későre szereztem meg a Banshee Prime-ot, és mostanában húztam ki, maxoltam ki, és tudjátok, úgy szoktam kimaxolni egy warframe hogy nem megyek el Bereti vagy nem feltétlenül megyek el Eris Akkádra, mert már rohadtul unom azokat a küldetéseket, hanem úgy szoktam maxolni egy warframe hogy játszok vele, és idő, idő alatt kimaxolódik, és szép lassan belerakom azt a néhány formát, és játszok vele folyamatosan, így ezáltal egy jó néhány órát töltök el e, azzal az adott warframe hogy kitapasztaljam a gyengéit, erősségét, stb. Na most ugye a belső egy őségi karakter, és sem kezdtem ezt a játékot, és a Savage Benshi, mint olyan fogalom, nagyon régóta létezik már a Warframe-be, és a leírása valami olyasmi volna, hogy egy olyan modolás uh, bensire, és nem csak a modolás a lényeg, hanem egy olyan játékstílus uh, bensire, ami uh, megengedi bensinek azt, hogy a túlélési képességei egy kicsit kitárulkozzanak uh, keményebb küldetéseken is. És uh, hát az igazság az, hogy egy szűk kör uh, van az, aki szereti a bensit uh, szóló survivor modolásban, vagyis ilyen uh, Savage uh, nevezetű modolásban egy szűk kör van, de azok um, ugye um, nagyon jól tudnak játszani um, ezzel a karakterrel, de nem csak ezzel a karakterrel, mert ez a Savage bensi uh, modolás igazából onnan ered, hogy nem csak maga a modolást tette lehetővé Benshi-nek a túlélés, mert legyünk őszinték, 65 armorja volt, uh, vagyis azt hiszem talán most a Prime-nak is 65 armorja van, uh, a, a, a bensinek és egy golyótól fekszik, hanem amitől Savage-é vált, az a, a benszi, az a mozgás kultúrája annak az adott játékosnak, és, és az, hogy hogyan élte túl azokat a bizonyos lövegeket, amik jöttek felé, még magasabb szinten is, mert hogy a Bensi azért képes megvédeni magát. Tulajdonképpen. Nos, én azért, és mint mindenki más, nem mondom azt, hogy híve voltam a, a Service Bensinek, inkább a, a tömegszabályozás, tehát a CC képessége miatt használtam, viszont meg volt nekem ez a szervizs modulás, és hogyha nagyon őrült hangulatomban voltam, akkor előszedtem, és azzal játszottam, de természetesen azért közel se tudtam annyira jó játszani, mint azok, akik tényleg bensire specializálódtak, és a napokban beszélgettünk a egyik klántársunkkal, és mondta, hogy hát ő előbb kezdte a játékot, tehát később, bocsánat, később kezdte a játékot, mint én, és ő ismerte a Service Bensit, mint egy fogalmat, de nem nagyon értette um, a lényegét neki, és akkor elgondolkodtam, hogy beszél, beszélgessünk egy kicsit a szevis belsiről, és akkor uh, rávezetni az embereket a uh, Bensinek az útjára, hogy ne, hogyha már úgyis kijött belőle a Prime, ne feltétlenül uh, pihenjen ott a polca, mert, mert valljuk be őszintén, mit csinálunk a belsővel, megszerezzük, jól néz ki, és felrakjuk a polcra, még akkor is, hogy Prime, és, és hajlamosak vagyunk néha elfeledkezni arról is, hogy micsoda a tömegszabályozó képessége az ulti neki, és, és uh, gyakorlatilag, amire én használtam, azok Shorty interception interceptionok, mert lehozott egy teljes kört, anélkül, hogy energiát kellett volna töltsek bármi. Teljes mértékben lehozott egy teljes kört, úgyhogy feltartott mindenki, szóval ami, ami egy fantasztikus, és a uh, prime Benshi ezt még jobban tudja csinálni, mert nem kell olyan, um, nem kell úgy visszafogni a modolást gyakorlatilag, mint ahogy uh, rákényszerültél, hogy csináljad a sima uh, belsivel De uh, a lényege a mostani videónak az lenne, hogy mutassak esetleg egy modolást, ami um, jobban fekszik, mert változott a Warframe, és én is úgy elővettem a Benshi Prime-ot, és szerettem volna valami újat, hát újat kitalálni euh, euh, Savage Bensinek, illetve euh, úgy összegezni a modolást, nem titokzatos vagyok igaz, úgy összegezni a modolást fegyver és nőm, a Warframe között, hogy a Bensinek a túlélési euh, képességét megnövelje, és a, őszinte leszek veletek, a teszt és szeretném, a teszt az rajtatok fog állni. Nos, miért mondom ezt? Azért, mert ez, ez a srác, akivel beszéltem, név szerint Rakitics, akivel beszéltem, ő mondta, hogy hát kurva egyszerű, fogja a belsét, és fogja, akkor Naramon Shadow el használja. És hát Naramon Shadowstep kurva jó, ez, ez így van, bármelyik warframe a túlélési képességét megduplázza, meg százszorozza, mondjuk így, mert láthatatlan tudsz lenni. Ami, ami, nagyon fontos a, 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 túlélési szempontból, viszont régen nem voltak fókusziskolák, és a, a akkor is e, túl tudott élni. Úgyhogy most szeretnék erre e, mutatni nektek egy kísérleti modolást, e, mind kard, mind, 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 mind és, és meg titeket, ti le, akinek kedve van, akinek megvannak ezek a modok, ilyen összeállításban ti le, és, és, mondjátok el a véleményeteket róla Nos, itt vagyunk a játékban, és akkor megnézzük azt, hogy milyen modolást találtam ki Szevics Mondjuk őszintén nem nagy kitalálás, igazából, tehát nagyon hasonlít a többi Bensi modolásra, igazából semmi extra. Ez a Bensi, sevics Bensi modolás az többnyire hasonlít a legtöbbjük, némelyike igazodik ugye az adott játékos stílusához, de mivel, hogy ennyit változott a Warframe évek alatt, és én elmondom nektek, konkrétan négy éve nem nyúltam hozzá a szervis belső modulásomhoz, ugye, amíg be nem jött a belső prime-nak, gyakorlatilag négy éve azóta úgy van, és most úgy döntöttem, hogy a belső prime-ra um, egy kicsit változtatunk a dolgokon, már gyakorlatilag és ezt hoztam ki. Nos, a steel fiber-on fogtok szerintem nagyon elcsodálkozni de annak meg van a magyarázata, hogy őszinte legyek, hogy miért Steel fry -ban. A Sonic Fracture Augment módja azt hiszem az egyértelmű, tehát 70%-kal csökkenti az armort az adott ellenfeleknél, ha a korpusz ellen megyek, ott úgyis halál mindegy, oda betelsz valami más, de a Sonic Fracture-t én igazából kedvelem, tehát meg nincs nagyon rá szükség, hogy bármi más betegyünk. Egy Vitality-t ugye a túlélés Um, a szempontjából, a, a rage, az energiatöltés szempontjából. Na most itt valószínűleg nagyon sokan uh, játékstílusokhoz igaz, uh, igazodva um, raknának be modokat, lehet, hogy van, aki berakná a Quick Thinking-et, mondjuk a Sonic Fracture helyére, és az tök teljesen rendben lenne, mert legalább, ha kapna egy halálos lövést, akkor a Quick thinking az, az ugye megállítaná azt a, azt a halálos lövést. Én, én, szeretek úgy játszani a belsővel, hogy lehet tőség szerint ne jöjjön el az a halálos lövés, ám de ö, mégis el fog tudni jönni az a halálos lövés, természetesen egy bizonyos szint után, ahol a Bensi azért több mint valószínű, hogy nagyon-nagyon meg tudna feküdni. Nos, ez, ez lenne az egyik model, és mondom, talán az egyetlen nagyon furcsa benne dolog a Steel Fiber, mert csak 136 armort ad, de emellé, jelen pillanatban nem, de amúgy emellé Uh, gyakorlatilag én befogom, tehát vagy berakom, de most így nekem jobban tetszik, ahogy így van. Uh, de van nekem egy Arkén, uh, Sziandalám, Arkén Guardianem, ami extra armort ad, tehát a 136 százalékos, vagy 136 armornak még a 60%-a rámegy, tehát egy kicsivel növeli a túlélését, és nagyjából ott leszünk, ahol az Excaliburnak az alap armorja, szóval az már azért egészen jól növeli a túlélését, de a varázslat mégsem teljes mértékben itt lesz, még egyszer ezt megmutatom, tehát nagyjából ez így néz ki. Uh, tényleg én, én, nagyon szívesen venném, hogyha ezt ti kipróbálnátok, amit, amit, itt mondok, és véleményt mondanátok róla, egy érdekes koncepció, de a lényeg, és most jön a, ez az új karckin, ez nagyon komoly, és itt jön a lényeg, a, kard, a kardodnak a modalásában, és voilà, ez lenne az, ez lenne az. Nos, fogtam a Galantin Prime-t, és csináltam rá egy másik fajta kísérleti modolást. semmi extra nincs benne, amit láthattok benne. Itt van ez a Focus Defense nevű mod. És hát a Wikipédia is úgy ankomplett a Warframe játékos társadalom, úgy talál, hogy ez az egyik legszarabb mod ami lehet. Gondolom azért, mert nem aranyból világlik, hanem inkább az adatém, Most felmentem a wikire, hogy utána nézek ennek a modnak, hogy mit írnak róla, hogy érdemes használni, hogyan skálázza a, az armort, mert ugye mit csinál, hogy úgy működik, mint a live strike, gyakorlatilag plusz 10 armort ad, hogyha channeling ez, és a nyomod a klikket, miközben kardozol, plusz 10 armort ad, de hát cserébe Ugye veszi az energiát, mint az őrült, tehát gyakorlatilag, pont, mint a lifesaver. Ebből kiindulva ugyanúgy 10-10%-ot adtam hozzá a dolgok működéséhez. Na most a Wiki nem túl sokat ír erről a modról, és őszinte leszek benne, eb ebben a kontextusában nem is nagyon bízom a Wikivel, mert látszik, hogy egy felhasználó szerkesztette ennek a modnak a leírását. Én viszont beleraktam a kardba ezt a modot, és szeretném megmutatni nektek, hogy mi az, amit kibír vele a bensi Naramon Shadow Step nélkül. És ha van valaki köztetek, aki nézőm, aki ilyen matekos agy, és szeret számolni, meg szereti a számokat, nyomatni, annak én nagyon-nagyon-nagyon szívesen venném, hogyha kiszámolná azokat az adatokat, vagy azt a mennyiséget, ahogy hozzáad az armorhoz ez a mód ütésenként, vagy nagyjából ütésenként, nem tudom, hogy egyetlen ki lehet -e számolni, és hogy valóban úgy gondolja, hogy ez a mód hozzájárul ahhoz, hogy a bensi ezen modulásával, ami van neki, a túlélését nagymértékben megnövelje, de most jöjjön az a kis apró videó, ami így megmutatja, hogy nagyjából mit tud kibírni a bensi. Nos, amíg lemegy ez a videó, elmondom nektek, hogy a régen a Szevis Benshi-vel játszani úgy kellett, vagyis hát úgy volt érdemes, hogy, hogy gyakorlatilag nem maradtál meg egy helyben egy percig sem, mert hogy egy másodpercig sem, mert hogyha bekaptál egy lövést, bensi azonnal feküdt, tehát lehetett akármi jó, akár nem, mennyire nem jó. Szóval azon kívül, hogy rendelkezett kellett az a bizonyos tényleg ugra-bugra mozgás kultúrával emellé a képességek állandó és folyamatos használata is követelt volt gyakorlatilag, mert a hármas képessége ugye némi tömegszabályozással bír, és tömegszabályozással nélkül azért a warframe -e élni nem nagyon lehet. Na most, a teszt az ugye százas szintű enemik ellen volt, elmondhatjuk azt, ugye az már bőven az a szint, ahol a bensi az fekszik. Na most, a kérdésem az lesz ugye a következő, hogy hát látni fogjátok ott a bizonyíték előtte, természetesen egy szimulakrom, tehát maga, amikor játszom egy bizonyos pályán, akkor százszor mozgékonyabb vagyok, és a belsővel egy másodpercre sem állok le, de tényleg, Folyamatosan mozgékony, de, de itt konkrétan az volt a célom, hogy minél öm, tankosabban, minél kevesebb mozgással ö, igyekezzek ellátni ö, azt a feladatot, hogy egy-két lövést kibírjon és mellesleg a szervis belső játék mellé azon kívül, hogy benne van a focus defense meg a life strike, ami hozzásegíti a bensit a túlélésre remélhetőleg a focus defense is, mert lusta voltam kiszámolni, de szeretném, hogy ti megtennétek azon kívül még egy nagyon-nagyon fontos tényezőt hozzá kell tegyek a játék stílusához a szervis bensinek hogy a karddal való védekezés 35% armornak felel meg, ezt jó, ha tudjátok. Tehát konkrétan kibírsz egy-két lövést, hogyha a karddal kivéded, hogyha erre még ugye rájön a Focus Defense által nyomott armor, az Arkane Guardian által, ha esetleg van Arkane guardian de, amit láttad a videóban, én most nem használtam, szóval nem pánik, esetleg ugye még erre, ha rájön az Arkane Guardian által nyújtott extra armor, a Focus Defense extra armor és a karnak való 35%-os mondhatni védekezési armorja, mond, nevezzük így, akkor, akkor az már egy, egy olyan összeg, amivel a bensi azért egy-két lövést ki fog tudni bírni. Ez a bizonyos 100, esetlegesen 100 pluszos környezetben is, de a 100 pluszos környezetben valószínűleg eleve már csapattal mész, ugye, és ott a bensi nem azért fog ott lenni, mert hogy ő neki ölnie kell sokat, hanem inkább a tömeget szabályozni az ultiával, hogyha már van egy bensi, de csak egy egy, egy példa a, a Savage bensi új arcára mondhatnám így, és azt kell, hogy mondjam, hogy, hogy ez, a, ez a Focus Defense természetesen bármelyik kartban belemegy, én most a galantint választottam csak azért, mert hogy jött az új skin, az új chroma skin, és hát az nekem meg kellett, hogy legyen, mivel a chroma az egyik favoritom, és ha szeretnétek látni chromáról videót, szóljatok, van már három, nincs gond, ehm, nyugodtan szóljatok, de ez a videó az ennyit tudnék hozzátenni, várom a véleményeket, ehm, kíváncsi vagyok, hogy esetleg ti letesztelitek-e Facebookon, ehm, el tudtok érni, tehát nyugodtan küldjétek el oda a modolást, kíváncsi, hogy ti hogy látok, ha esetleg van köztetek matekosabb vagy, aki szeret számolgatni, a Warframe számai fölött. Én kíváncsi vagyok, hogy milyen eredményeket ki, hozott ki, és hogy érdemes -e egyáltalán használni ezt a Focus Defense modot. Én, én, úgy láttam, hogy hozzájárul Bensinek a túlélési képességéhez. Srácok, köszönöm a figyelmet, ennyi lett volna. tetszett a videó, dobj egy lájkot, like iratkozz fel, Facebook, kon is ott vagyok. Köszönöm a figyelmet, sziasztok!